Csak ilyen válogatás dolgokban. Egyébként szoktunk mi így a számok között nagyon okosokat mondani, de lehet, hogy nem lesz. Nem a mai este lesz az, amikor... Nem van. Úgyhogy lehet, hogy nem a mai nap lesz, amikor... Mindenkit megtérítünk, szóval... Hogy legyen az új szám. Oh!
igazándiból ennek a pár újabb szám arról szól, hogy kicsit lehet, hogy egysíkú lett így a gondolkodás az együttesnek, hogy nagyon arról szól, hogy mennyire szeretnénk kitörni a mókuskerékből, a mindennapi őrlésből. Aztán egy-egy alkalommal így látjuk, hogy lehet, hogy talán így sikerül, de lehet, hogy így. Meg azt énekeljük meg, hogy mégis mi a problémánk ezzel, meg hogy mi hol látjuk ennek a gyökerét, meg hogy talán hol lehetne ezzel javítani. És jól gondolom, nem kevesen vagyunk olyanok, akik ezen már jó párszor elgondolkodtak. Te az irodában, vagy a gyárban, vagy nem tudom. Aztán, hogyha ilyenkor összegyűlünk, és akkor néha megbeszéljük ezeket a dolgokat, átbeszéljük, akkor talán juthatunk majd valamire. Így talán ilyen mikroközösségek is talán valamit elérhetnek. Más nem az, hogy másokat befolyásolunk, és talán egyszer valamikor valakiknek jobb lesz, ha már nekünk nem is feltétlenül. Na, a következő szám pedig ez is egy új nóta, ez pedig arról szól, hogy látjuk a börtönrendszer szerepét a társadalomnak, a nemzeteknél, hogy vajon miért van szükség börtönökre, vajon kik kerülnek oda, vajon miért bűn az, amit valaki megcsinál, vajon miért nem ülnek például mondjuk, hogy napi politikáról is beszéljünk, miért nem ülnek ilyen milliárdos csalók börtönben, miért csak a csokitolvajlásért lehet, vajon miért bűn a csokitolvajlás, szóval ilyen dolgok is foglalkoztatnak minket, és az is, hogy vajon miért lehet valakit mondjuk a gondolkodás módja miatt bebörtönezni. Szóval sokszor úgy gondolom, hogy talán jobb lenne, ha az egész intézményrendszert felszámolnánk, és helyette valami máson gondolkodnánk el, hogy másképp szankcionálnánk az olyan dolgokat, ami társadalomban nem elfogadható. Szóval ez a börtönök ellen íródott ez a szám.